Ahogy a műsor elején már említette, főegészségügyi témánk a mellkasi deformitások lesznek. Itt ül velünk dr. Moravcsik Bence, ortopéd traumatológus szakorvos. Szervusz! A tyúkmell és a tölcsérmellkas lesz az, amiről beszélünk majd. De ezek mit jelentenek? Hogy néz ez ki? Sokan nem is tudják. Igen. Ugye ezt azért látjuk, tehát akár a gyermekünkön észreveszünk azt, hogy behúzódik a mellkasa, vagy előemelkedik. Ennek az az oka, hogy a szegcsont és a bordák találkozása az porcos. És ezek a porcok tovább nőnek, vagy jobban megnövekednek, és emiatt helyet keresnek maguknak, egymáshoz nyomódnak, és vagy kifelé a mellkastól elfele, vagy pedig a gerincoszlop felé húzódik. És ez mekkora baj egyébként? Igazából ez első körben esztétikai problémát tud okozni, ez főleg tinédzsereknél jelent nagyobb problémát. Mindkét esetben? Igen, de a tölcsérmellkasnál, tehát amikor befelé húzódik, ott ugye az létfontosságú szerveinket akár nyomhatja is, ugye, tehát a mellüregben ott a szívtüdő. És ugye itt ez lesz egy nagy éles választóvonal, hogy mit tehetünk, tehát milyen mértékű ez a behúzódás, ez lesz az izgalmas, tehát hogy érinti-e a szívet, érinti-e a tüdőt. Ugye az jellemző ezekre a típusú elváltozásokra, hogy nagyon vékony testalkatúak. Általában a háti szakaszon is valamilyen deformitás lehetséges, vagy túl lapos a hát, vagy túl görbe, vagy akár gerincferdülés lehet, illetve gyakrabban alakulnak ki légzőszerű betegségek, így felső légúti hurút, tüdőgyulladás, hörgőgyulladás, vagy akár aszma is. Tehát ez jellemző ezekre a típusú betegekre, hogy gyakrabban jelentkezik. Ez tulajdonképpen genetikai deformitás, genetikai oka van ennek, vagy bárkinél kialakulhat? Igazából bárkinél kialakulhat, de megfigyelhető genetikai átadás, tehát egy családon belül gyakrabban jelentkezik egy ilyen, de nem típusos az öröklődési vonala. És egyébként mondjuk már egy újszülöttnél lehet látni, hogy milyen pozíciója van úgymond a mellkasnak? Újszülötteknél még nagyon rugalmas a mellkasok, de akár már újszülött korban is ez láthatóvá válik. Ugye egyszerű a diagnosztikája, hiszen egy fizikális, egy szemrevételezéssel egy látható az, hogy ott most előemelkedik, vagy behúzódik a mellkas. Igazából itt az lesz a kérdés, hogy a szív és a tüdőt érinti-e, tehát a mellkasi szerveket. Hogy leggyakrabban kardiológus tudja kivizsgálni. Ami tünet lehet az például, de durva tünete nincs, tehát mi nem fogjuk észrevenni, de egy kardiológus egy EKG készítéssel akár egy extra szívütést, vagy egy szívtengely eltérést már tud diagnosztizálni, és hát az hívja fel a figyelmet, hogyha valaki gyakrabban beteg, főleg ezek, amiket említett légúti betegségek jelentkeznek, akkor pedig mindenképpen tüdőgyógyász az, aki tud ebbe segíteni, és hát a végén van az ortopéd sebész, vagy a mellkas sebész, hogyha ezek a tünetek beigazolódnak, hogy ott túl nagy a nyomatás, és károsodik a tüdő vagy a szívnek a funkciója, akkor kell operálni. Én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos kérdés, hogy meddig kell ettől a megbetegedéstől tartani. Én gondolom, hogy nekem így 43 éves koromban már nem kellett ettől tartanom, ugye? Így igaz. Tehát amíg a csont és a porcok és az izületek még fejlődésben van a szervezet, ez 18 éves korig van így, addig várható, hogy ez akár romlik. De általában az a tapasztalat, hogy olyan 14 éves kor körül már ez nem fog romlani, és hát még rengeteget tudunk tenni annak érdekében, hogy megállítsuk ezt a folyamatot. Ezek a konzervatív kezelések. Ugye nagyon fontos a gyógytorna és a légzés technika. Tehát az, hogy a mellkas táguljon, igen, és az izmokat erősítsük. Nagyon fontos az úszás, főleg a hátúszás, illetve a gyógytornász vezetésével megtanult légzőgyakorlatok és a helyes testtartás. Mennyire gyakori egyébként ez a két? Nem túl gyakori, azt tudjuk mondani, hogy 1% a gyakorisága a népességben. Amennyiben nem tudom, hogy jól hallottam-e, vagy jól figyeltem, hogy műtétre kerül bármilyen módon sor, akkor mit műtenek? Tehát mi történik? Az történik, hogy általában a tyúk mellett azt nem kell, nagyon ritka, hogy azt operálni kelljen. Általában azt egy fűzőkezeléssel meg lehet oldani. A tölcsérmellkasnál van a műtéti eljárás. Ott viszont ugye akkor kell, amiket elmondtunk, hogy milyen méretű. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ki kell emelnünk a mellkasba süllyedt részt, ez fém anyaggal történhet, már nagyon ilyen úgynevezett videóasszisztált műtéti megoldások vannak, ami nagyon kis megterhelést jelent, akár ezt 4-5 éves korban is meg lehet csinálni, hogyha súlyos, de 14 éves korban. A műtét ideális időpontja az 4 és 14 éves kor között van. Az előbb említetted, hogy fűzővel meg tudjátok oldani ezt a tyúk mellett. A tyúk mellett. De akkor, tehát azt hogyan? Tehát nyilván ott annak hely kell. Azért türemkedik ki, mert nincs helye.
De hogyha egy fűzőt ráraksz, akkor nyomod befelé, nem? Így van, ez a cél. Na jó, de nyomjuk akkor befelé. Az hova megy? Tehát van hely, tehát helye van, tehát tud hova ellapulni ez az elűső rész. Nyilván, érdekes, hát ez egy ilyen esztétikai probléma legyen. Főleg esztétikai, igen. Tehát a tyúkban az inkább esztétikai. És a fűző viselése az időszakos, tehát hogy egy idő után az tud változni, és mondjuk visszább megy, tehát laposabb lesz a mellkas. Így és ez mennyi idő, amíg mondjuk hordani kell egy fűzőt, de ez nyilván változik a pacienstől. Általában egy-két év. Egy-két év, igen. És hát ez egy elég komoly hát együttműködést jelent ugye a gyermekektől, tehát ezért ez nem könnyű egy tinédzser korú hölgyet mondjuk rávenni arra, hogy hordjon egy ilyet vagy egy fiút. Tehát a lényeg az, hogy ezt 23 órán keresztül hordani kell, tehát ez egy nagyon-nagyon intenzív állapot, amikor ezt el kell érni. És nyilván ennek azért nem inkább ilyen lelki oldala van talán, hogy ugye azt is erősíteni kell, mert hogy pszichésen nyilván nem kerül mondjuk annyira jó állapotba, hogyha ezt kell viselnie mondjuk egy évig egy fejlődésben lévő gyereknek vagy tinédzsernek. Így van, tehát ez nehéz lelkileg. Tehát általában a maga a műtétek is egy része azért lelki zavarokhoz vezet. Tehát szorongóvá válik a gyerek, depressziós válik, és gyakorlatilag ezt fogja őt feloldozni ez alól. Tehát nagyon gyakran a műtéti indikáció az lelki zavarok miatt is lehet. És az egyébként tehát ez a fűzőviselés, most így eszembe jutott, azt akartam az előbb megkérdezni, hogy ez fájdalmas? Igazából ott ugye van egy nyomatás, tehát az lágy szöveteket azért ott nyomja, tehát lehet ez fájdalmas, de igazából azt tudom mondani, hogy megszokható, tehát ez szokás kérdése. Igen. Köszönjük szépen egyelőre, 06 1759 55 00-as telefonszámon lehet.